furcsa volt egy kicsit, azért nem volt ott olyan kellemes a hangulat, bár hozzáteszem, hogy ott a lihegőben, meg a fogadásnál, attól függetlenül, hogy mondjuk bombát kerestek a kocsimban, meg felnyitották a motorháztetőt, de hát nyilván ezek biztonsági intézkedések, azért megkérdeztem, hogy folyik belőle valami olaj, hogy nézzétek már meg, ha már úgyis ott vagytok. Magyarország elvesztette a független külpolitikához való képességét. Ma már a magyar külpolitika az orosz irányítás és befolyás alatt áll. Európában, Nyugat-Európában ezt szinte mindenki látja. A Magyar Péter jelenség feltűnt, ez egy izgalmas dolog, ami felkavarta a politikai állóvizet, és amúgy ennek én személyesen is örülök, hogy egy kis energia jelent meg, egy kis hit a jövőben abban, hogy változhatnak a dolgok. Ugyanakkor szerintem egyre jobban látszik azért azt, hogy az ő értékajánlata, meg a mi értékajánlatunk azért nagyon eltérő egymástól. Jó napot kívánok, ez itt a Magyar Közöny, a frisshírek.hu közéleti magazinja. A mai adásunkban olyan pártképviselőket hívtam meg, akiknek a pártját leginkább érinti számszerűleg a Magyar Péter jelenség. Itt lesz a műsorban Cseh Katalin, a Momentum politikusa, és itt lesz Róna Péter is, a Jobbik EP listájának a vezetője, illetve Tóth Imre Bruti, aki elvitte a pálmát a múlt heti televíziós vitán. Kérem, tartsanak ma is velünk. Az első vendégem Cseh Katalin, a Momentum politikusa. Szia, üdvözöllek! Szia, köszönöm a meghívást! Tegeződhetünk, ugye régóta ismerjük egymást. Kérlek, amúgy kellemetlen lenne. Köszönöm. Hát a közvéleménykutatások szerint a Momentum egy olyan párt, amit a Magyar Péter jelenség eléggé megcivált, és talán azt lehet mondani, hogyha ez majd kiderül, nyilván június 9-e után leszünk ebben a dologban teljesen kompetensek, de hogy nagyon sok szavazótokat elvitt Magyar Péter. Mi erről a véleményed? Hát ezt majd meglátjuk. Én azért alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt minimum 5 év tapasztalata az az, hogy minden választás előtt minden közvéleménykutatás 1000 felé megy. Én emlékszem arra, amikor 2019-ben 3,8%-ra mértek minket, aztán lett belőle 10, aztán 22-ben meg őszintén elhittem, hogy akár nyerhetünk is, aztán lett belőle egy 2/3 a Fidesznek. Szóval én a mérésekben annyira most nem hiszek. Amiben hiszek az az, hogy szerintem tényleg az elmúlt 5 évben Donát Annával meg tudtuk mutatni azt, hogy az európai parlamenti képviselőséget azért lehet teljesen máshogyan is csinálni. Ez nem egy ilyen elfekvő vagy egy politikai melegedő, és ugye el tudtuk érni azt, hogy tényleg komoly ellensúlyok alakuljanak ki az Orbán rendszerrel szemben. Hogy ne lehessen korlátlanul osztogatni a pénzt a kormány közeli oligarcháknak, hanem inkább közvetlenül kell kiosztani a városoknak és a civileknek. Uniós szinten védtük a szabadságjogokat, a magyar nők jogait, és bízom benne, hogy az, hogy mi nem egy biankó csekket kérünk, az, hogy van mögöttünk komoly munka, az meg fogja szerezni az elismerését a választók körében is. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azon gondolkodtam, hogy amikor készültem a beszélgetésre, hogy valaki reggel fölkelten engem hirtelen az álmomból, és azt a kérdést szegezni nekem, hogy mondjak 3 botrányt, vagy 3 korrupciós ügyet a Momentum kapcsán, én nem tudnék mondani. Akkor miért büntetnek titeket effektíve a szavazók mondjuk elvándorlással? Én nem vagyok benne biztos, hogy mennyire büntetnek minket. Nyilván ez majd kiderül. Persze most van egy szörnyű apátia, volt a társadalomban 2022 áprilisa után. Áprilisban volt a választás, ugye? Igen, április 18. Igen. Szörnyű. Nekem az teljesen összemosódik a következő 2 hónappal. Szóval nyilván sokan keresik azt, hogy mi az út, és mi a megoldás, és hogyan lehet itt változást elérni. És nyilván az, hogy a Magyar Péter jelenség feltűnt, ez egy izgalmas dolog, ami felkavarta a politikai állóvizet, és amúgy ennek én személyesen is örülök, hogy egy kis energia jelent meg, egy kis hit a jövőben abban, hogy változhatnak a dolgok. Ugyanakkor szerintem egyre jobban látszik azért azt, hogy az ő értékajánlata, meg a mi értékajánlatunk azért nagyon eltérő egymástól. Ugye ő egy jobboldali alternatívát mutat, ami szerintem szuper, mert hogyha a Fideszről egy szavazó már kifelé kacsingat, akkor gondolom, hogy nem egy radikálisan Európa párti, progresszív, liberális pártot keres, mint a Momentum. Szóval tök jó tényleg, hogy van egy ilyen konzervatív, kicsit euroszkeptikusabb párt, mint amit a Magyar Péterék most kínálnak, de azért ez nagyon más, mint amit mi csinálunk. És én hiszem azt, hogy van bőven elég liberális szavazó Magyarországon, aki igenis egy erős Európában hisz a szabadságjogokban, és hisz abban, hogy kell európai ellenpont Orbán Viktornak, európai fékek és európai ellensúlyok. Szóval én hiszem azt, hogy nekünk is abszolút meg lesz itt a piacunk, mert hát liberális pártok nélkül azért szerintem egy ilyen szabadsághiányos országban sokkal nehezebb a dolga az ellenzéknek.
Ti egyébként egyeztettetek bármiről a Magyar Péterrel? Tehát, hogy például azért én nyilván nagyon sok nyilatkozatot hallottam a Momentumtól is Magyarral kapcsolatban, de hogy van például egy egységes álláspontotok vele kapcsolatban? Hogy együttműködni vele, vagy távol tartani magatokat tőle? Hát szerintem most ezen a választáson mindenki meg tudja mutatni a saját vízióját, most éppen Európáról, meg ugye a településekről, ahol indulunk. Itt azért, ahogyan mondtam, azért eléggé más az álláspontunk. Mi is sokkal erősebb Európát szeretnénk. Ő azért azt gondolja, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha Európa beleszól a dolgainkba, szerintünk igenis valamiben bele kell szólni Európának, tehát hogyha itt lopják a közpénzt, abba szóljon bele Európa. Hogyha itthon a magyar nők jogait visszatekerik, abba igenis szóljon bele Európa. Legyen egy európai védelem nekünk magyaroknak is. Na ebben mondjuk nincs összhang, ugye a külpolitikai kérdésekben is azért vannak különbségek. Hát ő ugye szkeptikus még az európai ügyészséggel kapcsolatban. Hát igen. Szerintem szóval itt vannak vitáink, amik amúgy nem baj, hogy vannak, mert ezek ilyen jó és izgalmas szakmai viták. Kevés szakmai vita volt amúgy az elmúlt időszakban a magyar közéletben. Sokkal több szó esett arról, hogy a brüsszelit a gendermigránsok jönnek átoperelni az óvodásokat, meg hogy tücskökkel akarjuk etetni a magyarokat, ami nyilván baromság. Szóval szerintem az ellenzéken belül is jó az, hogyha vannak ilyen tartalmi viták, véleménykülönbségek egy jobboldali és egy liberális párt között, és hát úgy utána meg hogyan fog kinézni a politikai terepasztal, azt meg hát nem sokára meglátjuk. Én hiszem azt, hogy mind Magyar Péter, mind mi őszintén elkötelezettek vagyunk a rendszer lebontása iránt, és én bízom benne, hogy most egy jó európai választási eredménnyel meg tudunk ágyazni annak, hogy tényleg országosan is változzanak a dolgok 2026-ban. Mi lesz a Momentumon a június 9-e után? Itt különböző elemzők még azt is mondják, hogy a párt is megszűnhet? Hát ezt én nem gondolom így. Nem hiszem, hogy megszűnnénk. Miért szűnnénk meg? Hát mi egy nagyon erős közösség. Különböző elemzőktől, akik ilyen a kisebb pártoknak, vagy a kisebb támogatottságú pártoknak ilyen teljesen fekete jövőt, vagy szürke jövőt vizionálnak. Hát a Momentumot mi ugye egy ilyen idealista baráti társasággal alapítottuk most már 7 vagy 8 éve. Egyszerűen csak azért, mert tenni akartunk egy szabadabb és egy jobb országért, egy európai Magyarországért. Hát, és mi nagyon idealisták voltunk nagyon sokáig, és nyilván voltak óriási hullámhegyek és hullámvölgyek, de hogy minket ez az eszme összetart. Tehát mi ezt a küzdelmet nem adjuk fel, és biztos vagyok benne, hogy június 10-e után nagyon sok dolgunk lesz az Európai Parlamentben, az önkormányzatokban, hogy tudjuk folytatni azt az építkezést, amivel tényleg lehet bontani a rendszert mindenkinek onnan, ahonnan lehetősége van rá. És ma már nem látod esetlegesen azt hibának, hogy a párt két nagy prominense, te és Donát Anna leginkább az EU-ban politizált, és mondjuk úgy, hát hogy is fogalmazzam, hogy ne legyen sértő a fogalmazás, tehát hogy igen, tehát hogy a főnevek azok kimentek az EU-ba, fogalmazzunk így. Hát ez egy érdekes kérdés. Én sokat gondolkoztam a saját személyes szerep felfogásomon is az elmúlt évek során, és én arra jutottam, hogy az a tér, ahol magyar ellenzéki politikusként talán a legtöbbet lehet tenni azért, hogy Magyarországon jobb irányba forduljanak a dolgok, az Európai Parlament. Az Európai Parlamentben mi többségben vagyunk. Ugye én voltam az egyik alelnöke a liberális Renew frakciónak, és el tudtuk érni tényleg azt, hogy 40 milliárd euróval több közvetlen támogatás érkezzen Magyarországra, hogy európai családon belüli erőszak ellenes törvényt fogadjunk el, hogy fellépjünk az Orbán kormány civileket való vegzálásával szemben, és hogy ne jöhessenek korlátlanul uniós pénzek az Orbán kormány baráti és családi köréhez. Szerintem ezek fontos eredmények. És tényleg az, hogyha nincs egy ilyen európai szintű ellenpontja az Orbán rendszernek, akkor sokkal nehezebb itthon is a dolog. Én hiszem azt, hogy recsek ropog a rendszer, és ebben benne vagyunk mi is. Lehet, hogy ez egy olyan munka, aminek egy része láthatatlan, de az eredmények nagyon is ott vannak, és hát így... Nyilván nem ezért csinálja az ember, de amikor a statisztikák így kijöttek arról, hogy azért kik dolgoztak a legtöbbek, akkor én azért úgy érzem, hogy mi azért rászolgáltunk arra a 10%-ra, amit 2019-ben megkaptunk. Mik azok egyébként a legfontosabb programpontok, ami az EU kapcsán felmerülnek a Momentummal kapcsolatban, a munkátokkal kapcsolatban? Szerintem az Európai Unió egy óriási, ki nem használt lehetőség a magyar társadalom számára egyenlőre. Amellett, hogy a természetes otthonunk, a
boldogulásunk a biztonságunk garanciája. Ugyanakkor azt érzem, hogy méltatlanul kevéssé részesülnek a kormány hibái miatt a magyar emberek azokból az előnyökből, amit az Unióban mások megélnek. Az egészségügy, az oktatás, a média helyzete, a nők jogai, a kisebbségek jogai. Néha azt látom, hogy a magyar kormány másodrangú uniós állampolgárokat csinál belőlünk. És a mi programunk az, hogy ezt ezzel szemben igenis európai szintű fékeket és ellensúlyokat építsünk fel. Hogy építsünk ki egy európai közmédiát, ami valódi hírekhez tudja juttatni a magyar embereket is. Hogy legyen egy uniós zöld hatóság. Hogy fel tudjunk lépni azzal szemben, hogyha a kormány pusztán gazdasági érdekből kiárusítja a magyar termőföldet a kínaiaknak, és vízzabáló és magzatkárosító akugyárakat rak az embereknek a kertjei közelébe, hogy legyen egy uniós szintű ratifikációja az isztambuli egyezménynek, hogy a magyar nőket akkor is megvédjük, hogy a kormány nem szeretné, és a legfontosabb az, hogy még több közvetlen forrás kerüljön minden településhez, hogy tényleg arra menjenek az uniós pénzek, hogy mi boldogabban éljünk, és ne arra, hogy a kormány szűkköre jobban gyarapodjon. Igen. Szóval erős liberális program, erős Európa, erős Magyarország. Van egy nagyon fontos támogatótok Karsai Dániel személyében. Hát igen, ez nagyon megható volt olvasni őszintén az ő sorait. Hogyha csak az EP-ről beszéltünk eddig legfőképpen, mennyire fontos a Momentumnak az önkormányzati választás? Ugye a Fidesz ezt egy napra tolta ezt a két választási lehetőséget, egy csapdahelyzetet próbált nyilván teremteni, hát ebben most lehet, hogy majd ők fognak belesétálni, de hogy mennyire koncentráltok belföldre? Hát abszolút. Rengeteg képviselőnk indul önkormányzati pozíciókért, polgármesteri pozíciókért, tényleg szerte az országban, és hát én azt gondolom amúgy liberálisként, hogy a legfontosabb szintje a döntéshozatalnak talán az, ami a legközelebb van az emberhez, ami a legjobban befolyásolja az ő életét. Nagyon hiszek az önkormányzatiság erejében, és nagyon jó látni azokat a szuper példákat, mint mondjuk Soproni Tamás Terézvárosban, aki tényleg meg tudta mutatni azt, hogy jó és humánus kormányzással mennyire meg lehet változtatni egy kis közösséget. Szóval nekünk ezekre a helyi példákra is kell alapoznunk, amikor egy szabadabb országról beszélünk, és én tényleg azt gondolom, hogy most azért ez egy komoly előretörés lesz nekünk. Mind a megyei közgyűlésekben, amúgy ezekről is kevésbé beszélünk, szerintem például komoly esélye van annak, hogy Pest megye át tud fordulni ellenzéki vezetés felé, és azért ez egy nagy dolog lenne, hogyha az ellenzék vezetné Pest megyét. Most nagyon bízom Rózsa András győzelmében, Zuglóban, szerintem az egy nagy meglepetés lehet, de hát... Ugye, én is láttam a számokat, elég jó. Hát igen, meg hát ugye ott Hadházi Ákossal az országgyűlési választáson már egy komoly változást tudtunk elérni, ugye most ő is támogat minket, mint az EP választáson, mint helyben, és Rózsa András helyi alpolgármesterrel egy emberségesebb és tisztességesebb vezetést szeretnénk adni Zugló kerületének is. És te hogy látod egyébként azt a kérdést, ami a magyarok idegeit borzolja szerintem, ez az orosz nyomulás? Ugye most nektek is volt egy akciótok, vagy több akciótok is ugye az orosz befolyás kapcsán. Például te hogy látod ezt a kibertámadás ügyet, ami véleményem szerint a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb belpolitikai, vagy akár külpolitikai botrány is? Hát nagyon nehéz erre mit mondani, mert tényleg én nem tudok elképzelni egy olyan uniós országot, ami után, ahol egy ilyen után nem mond le a külügyminiszter. De hát ugye azt látjuk, mert évek óta, és hát legkésőbb a brutális orosz invázió megtörténte után, már mindenki számára egyértelmű, hogy Orbánék rövid távú, ki tudja, hogy milyen politikai, anyagi, nem tudom milyen haszon miatt kockáztatják Magyarország biztonságát. Azzal, hogy Vlagyimir Putyin kitartott kezeként vétózik Orbán az Európa Tanácsban, azzal, hogy akadályozzuk Ukrajna háború elleni védekezését, és azzal, hogy beengedjük az oroszokat ide Magyarországra is. A kémbank, a szerverek, minthogyha az óriási nagy magyarok érdekeit képviselő kormány, vagy legalábbis állít magukról, igazából Vlagyimir Putyin érdekeit képviselni, és nem a hétköznapi emberét. És ugye ez az nagyon ijesztő, mert hogy ennek van egy ilyen tágabb perspektívája is, mert hát ha Ukrajna elesik, akkor mi vagyunk ott a határon? Hát és arról nem is beszélve, hogy Orbán nyíltan támogat szélsőséges pártokat az Európai Unióban, akár hitellel, vagy akár például a kiengedett emberkereskedőkkel, ugye itt a Ficó kampányra gondolok.
Szerintem most egy komoly választút előtt áll Európa. Tehát egy olyan globális átalakulás zajlik, ami egyre jobban a nagyhatalmi logika irányába megy el, és ahol Európának el kell döntenie, hogy sokkal erősebb lesz, egységesebb, és integráltabb és határozottabb, amin keresztül meg tudja védeni az európai embereket és az európai gazdaságot. Ezt szeretnénk mi a Momentumban. Vagy pedig egy gyenge és széteső Európa felé megyünk, amit Orbán, meg a szélső jobboldali kis pajtásai szeretnének, és Vlagyimir Putyin. Na, ez viszont az eljelentéktelenedés és az eltűnés útja. Amikor átlép majd fölöttünk Kína, átlép fölöttünk az Egyesült Államok, és nem leszünk képesek megvédeni az európaiak és a magyarok érdekeit a következő időszakban. Szóval ez egy ilyen stratégiai döntés most, hogy a választások merre billennek most vasárnap, és hát tényleg ezen múlik az, hogy a gyermekeinknek milyen jövőjük lesz. Szerintem ez végszónak tökéletes mondat volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. És hogy beszélgethettünk, hát június 9-éhez pedig sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. És itt van velünk már Róna Péter. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát azzal kezdeném, hogy egy egykor európai, Európa szkeptikus pártnak mit jelent ma Európa? Mindent. Ebből a valamikori euroszkeptikus pártból az Európa iránti legelkötelezettebb tömörülése lett azután, hogy a mi hazánk kilépett a Jobbikból, és a Jobbik elindult egy nagyon komoly átalakítás útján. A Jobbik most szeretne betölteni egy jobb közép, klasszikus európai konzervatív szerepet. Mi a legnagyobb, illetve a legfontosabb üzenete a Jobbiknak a választás előtt álló állampolgárokhoz? Az, hogy itt nagyon komolyá vált a helyzet, Magyarországot tényleg fenyegeti az Európai Unióból való kipenderülés. Hogyha a közvéleménykutatásokat nézem, a számok nem mutatnak túl jó képet a Jobbik bejutási küszöbővel kapcsolatban. Ezt hogy látja még az utolsó héten? Mire lesz idő? Én is így látom, és nem biztatóak a számok. Ez a helyzet, ez van. Komoly kritika éri mostanság a magyar külpolitikát. Itt gondolok arra, hogy nemrég ugye a belga külügyminiszter a magyar állam, illetve hát a Magyarországnak a vétójogát szeretné blokkolni, és ez csatlakozott Ausztria is. Hát ezek nem túl jó előjelek. A helyzet az, hogy Magyarország elvesztette a független külpolitikához való képességét. Ma már a magyar külpolitika az orosz irányítás és befolyás alatt áll. Európában, Nyugat-Európában ezt szinte mindenki látja. Tehát nincs független magyar külpolitika, Magyarország az orosz külpolitikának egy része, ami miatt a kizárás lehetősége, a hetes cikkely alkalmazása felgyorsult, fontosabb lett, erősebb lett, és ugye most már a belga, amelyik most a jelenlegi elnök a ciklus a végéhez közeledve, ezt napirendre vette, és ehhez nagyon gyorsan, 24 órán belül az osztrák külügyminisztérium is csatlakozott. Itt én vélem észrevenni azt, hogy itt egy egész ország csoportról van szó, amelyik a választások után Magyarország kizárását fogja szorgalmazni. Tehát Magyarország soros elnöksége előtt próbál az Unió különböző lépéseket tenni, például az ukránok Európai Unióba való felvételével, vagy a tárgyalások megkezdésével kapcsolatban. Hát igen, tulajdonképpen az Unió is így akkor használja azokat a lehetőségeket, amivel sajnos egyébként Magyarországot kizárhatja ezekből a folyamatokból, és ezzel nyilván hatalmas károkat okoz Magyarországnak is az Orbán kormány, vagy ezzel a politikájával? Ezzel a politikájával óriási károkat okozott, de alapjában véve Magyarország helyzete az Európai Unióban már leíródott. Tehát de facto az a kapcsolat, ami minket az európai országok közösségéhez kötött a rendszerváltás után, ez a kapocs lényegileg megszűnt. Az Európai Unióban nyilván beszélget olyan politikusokkal, akik ott politizálnak, de például a magyar államot ért kibertámadás ügye
például hogy csapódik le? Mert ugye elég hát transzparensen jelent meg ez több európai országban is, ott megpróbálták ezt a problémát az ottani szavazók elé tárni, és elmondani azt, hogy valójában ez mit jelent Magyarországon, ugye ezt természetesen elsúnyogták, és egy véletlen kapcsán derült ki ugye Magyarországon ez a botrány. Igen, hát ez a berlini fal lebontása után a legsúlyosabb külpolitikai botrány, ami Európában történt 34 év alatt. Messze a legnagyobb külpolitikai botrány. Az európaiak szemében ez azt jelzi, hogy Magyarország egy teljesen megbízhatatlan tagja az Európai Uniónak, hiszen azután, hogy ez kiderült, illetve azután, hogy ez megtörtént, a magyar kormány semmiféle lépést nem tett annak érdekében, hogy ezt a helyzetet korrigálja, sőt, mint ismeretes, a jelentés, az erről szóló jelentés után Szijjártó Péter a jelentés teljes tudatában, hogy ez megtörtént, elment Moszkvába, és Lavrovtól átvette a legmagasabb orosz civil kitüntetést, a Druzsba elnevezésű kitüntetést. Tehát ezzel Magyarország jelezte Oroszországnak, hogy a történettel kapcsolatban nincs semmiféle kifogása. Ugye jó néhány olyan hírt is lehetett olvasni, hogy tulajdonképpen az orosz nyomás, ami általában a szélsőséges európai pártoknál jelenik meg valami fajta támogatás ügyén, tehát gondolok itt arra, hogy a fake newsoknak a különböző terjesztése, vagy pedig kampányfinanszírozás, ugye egy ilyen kampányfinanszírozásba a Fidesz is belecsúszott, miután kiderült, hogy Le Pen kampányát támogatják, de ugye Orbán nagyon szívesen kokettál azokkal a szélsőséges európai politikusokkal, például lásd Robert Fico, vagy például a már említett Le Pen, vagy az olasz Salvini. Tehát, hogy mit lehet erről az egész orosz nyomulásról, hogy mondjam, európaiként, vagy magyarként gondolni? Mit gondol erről? Hát itt különböző dolgokról van szó. Van egy ilyen orosz nyomulás. Én szerintem ezt a nyomulást Nyugat-Európa ki fogja védeni. Salvini már egyre kevésbé meghatározó jelenség az olasz politikában. Magyarország esete más. Orbán szerintem őszintén azt hiszi, hogy a nyugati liberális demokráciáknak, korszakának vége, a jövő keleten fog zajlani, és ennek következtében őszintén azt hiszi, hogy Magyarországnak a keleti hatalmokhoz kell csatlakozni, és ott kell hagyni Európát. Tehát ő őszintén ki akarja vezetni az országot az Európai Unióból, amíg kapunk pénzt, addig maradjunk bent, de hogyha nem kapunk pénzt, akkor menjünk. Hát nem fogunk kapni pénzt, ez most már egy világos helyzet, és az is világos az Európai Uniós tagországok és az európai vezető politikusok számára. Ideértve egyébként Melonit és Le Pent, hogy Magyarország nem tartozik az európai nemzetek közösségébe. Tehát van egy olyan vonulat, hogy az európai politika jobb felé mozog, erősödik a jobb oldalok hatása, de van egy olyan jobb oldal, és ide tartozik Le Pen is, és Meloni is, amelyik ellenáll az orosz nyomásnak. Ők valóban egy európai jobb oldalt szeretnének képviselni, mindenféle külső hatás és nyomás is ezért nélkül. Magyarország nem ilyen. Magyarország beállt az orosz politika mögé, és azt a politikát szorgalmazza, és próbálja Európára oktrojálni. Ugye ennek gyümölcse az, hogy tulajdonképpen már a V4-ek se léteznek, illetve hát nyilván a lengyel kormány is erősen elhatárolódik már Magyarországtól. Csehek szintén. Vagy a csehek szintén. De hogy egy kicsit evezzünk vissza a belpolitika vizeire, mit gondol a Magyar Péter jelenségről, mert ugye azt azért a közvéleménykutatási adatokból lehet látni, vagyis hát ezt vezetik le a közvéleménykutatók, hogy leginkább a kis pártokat érintette, vagy a kisebb szavazóbázissal rendelkező pártokat érintette a Magyar Péter jelenség, így nyilvánvalóan a Jobbik is. Igen. Most ugye az a helyzet, hogy Magyarországnak 21 helye van az Európai Parlamentben. Ez a választás az Európai Parlamenti összetételről szól, nem, mint ahogy az keretezi
Magyar Péter és sok mindenki más Orbán megbuktatásáról. Orbán megbuktatása most nincs napirenden. Az Orbán kormány 26-ig vígan el lesz a hatalomban, egy kétharmados többsége rendelkező kormányt nem lehet megbuktatni, illetve nem lehet kierőszakolni egy előrehozott választást. Tehát ez egy teljesen hamis keretezés, ami Magyar Péter és támogatói közül létrejön. Helyette van az a 21 hely, és az a kérdés, hogy azt a 21 helyet milyen összetételben fogja a magyar delegáció elfoglalni. Na most, azt az Európai Néppárt világossá tette határozottan, egyértelműen, hogy a Fidesznek nincs helye az Európai Néppártban. Azt is világossá tette, hogy kérdéses, nagyon nagy kérdés, hogy van-e helye a Tisza pártnak. A jelenlegi előjelzések szerint a Fidesznek van 11 helye, és lehet 11 helye, a Tisza pártnak lehet 7 helye, és a Mi Hazánknak lesz 1 helye, és a DK-nak pedig 2. Ami azt jelenti, hogy a 21 helyből 19 hely olyan párté lesz, amelyiknek semmiféle érdekérvényesítés képessége az Európai Parlamentben nem lesz. Tehát a Fidesz nem fog csatlakozni a néppártnak, néppárt ez biztos. A Tisza párt nagy valószínűséggel szintén nem fog csatlakozni a néppárthoz. Pedig ők ezt állítják? Vagy hát oda szeretnének legalábbis? Hát oda szeretnének, de ez egy nagyon-nagyon kérdéses dolog, hiszen Magyar Péter számos alkalommal azt mondta, hogy ő támogatja Orbán Viktor külpolitikáját. Ezzel a külpolitikával nem lehet a néppárthoz csatlakozni. Ez Manfred Weber teljesen világos. És hát természetesen a Mi Hazánk sem fog bejutni a néppárt soraiba. Tehát 19 hely a rendelkezésre álló 21-ből olyan képviselőknek fog jutni, akiknek érdekérvényesítő képessége Európai Unión belül nulla. És ugye arról nem is beszél, hogy Magyar Péter nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg az EU-val kapcsolatban, amik véleményem szerint nem állnak túl messze a Fidesz álláspontjától. Hát nem csak, ugye az Európai Unió vezetői, a néppárt, stb. Ismerik Magyar Pétert, 8 éven át ott dolgozott, mint Orbán Viktor hűséges katonája. Tehát tudják az ő elképzeléseit, ismerik az ő elképzeléseit, gondolatait, értékeit, stb. Hát ugye ráadásul egy partizán, talán a partizánnak adott egyik interjújában a belga kormánnyal, hogyha itt a belgákról beszéltünk, ugye a belga külügyminiszterről nagyon kemény kritikát fogalmazott meg. Igen. Itt az ő helyzet, tehát ahogy ők, az európaiak, nyugat-európaiak látják Magyar Pétert, a korábbi, a ott eltöltött 8 évéhez viszonyítva nincs változás. És önnek, mint egykori 56-os menekültnek, mondhatom így? Igen. Mit jelent személyesen Európa? Tehát mit mondan arra, hogyha most találkozik egy emberrel az utcán, aki megkérdezi öntől, hogy miért szavazzon önre, illetve a Jobbik listára? Mit mondana, hogy miért fontos? Hát nézze, ha valaki arra szavazna, aki az európai rendszert, kultúrát, civilizációt, politikai rendszert, politikai irányzatot mélységesen ismeri, akkor az én vagyok. Én egy európai ember vagyok, ott nőttem fel, ott szocializálódtam. A barátaim többsége európai, nem csak angliai, hanem olasz, francia, német, osztrák, stb. Tehát én európai vagyok, ez egyértelmű. Ha valaki egy olyan magyarra kíván szavazni, aki magyar szempontokat kíván képviselni Európában, erre is van lehetőség, és ez egy teljesen legitim gondolat, de akkor szavazzon olyan valakire, aki tényleg ismeri Európát, és van lehetősége az európai nézőpontok ottani érvényesítésére. Én erre képes vagyok. A Fidesz erre nem képes. Tehát Deutsch Tamásnak ilyen lehetősége az Európai Unión belül nincs. Magyar Péter
képessége erre vonatkozólag nagyon-nagyon kérdéses. Én számos alkalommal felhívtam a figyelmét arra, hogy el kellene határolódnia Orbán Viktor külpolitikájáról. Ő ezt nem tette meg, sőt, a minap pontosan azt mondta, hogy hát ő neki nincs módja arra, hogy az oroszokat kritizálja, mert hogyha az oroszokat kritizálná, akkor a támogatásának legnagyobb részét elveszítené. Ez valami egyébként egészen elképesztően érdekes mondat. Igen. A részéről. Hát az érdekes most nyilván idézőjelben írta. Igen, ő ezt mondta. Ugye? Na most, hogyha így van, és ez tényleg igaz, hogy elveszíteni a szavazat a támogatásának legnagyobb részét, ebből egyenesen következik, hogy akkor Nyugat-Európa szempontjából nincs szükség se Magyar Péterre, se a támogatóira. Tehát itt nincs mit szórakozni, az Európai Unió 27 országából 26 Oroszországot életveszélyesnek minősíti, és alapvető jelentőségének tekinti Ukrajna támogatását. Most, hogyha Magyarország és a magyar választópolgárok nagyon jelentős része nem így látja a dolgot, rendben van, nem így látja a dolgot, akkor Magyarország számára fel is út, le is út. Mert a 26 ország ezt egybehangzóan másképp látja. Hát ráadásul ugye Szijjártó Péter volt az egyetlen olyan külügyminiszter talán, aki nem írta alá az EU béketervét az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban. Ez így van, ez így van. És ugye csatlakozásunk 26. évfordulója alkalmából nemhogy nem volt semmiféle megemlékezési rendezvény Magyarországon a kormány részéről, de Szijjártó Péter elutazott Fehéroroszországba, hogy eladjon ott a saját közleménye szerint 460 ezer napos csibét. Ezzel ünnepelte meg Európához való csatlakozást. Mennyire vagyunk mi már távol Európától? Hogy nagyon, látja? Nagyon távol. Most nem politikai értelemben értem, akár kulturális értelemben is. Nagyon távolra kerültünk. Tehát most ez, ugye itt az a gond, hogy miközben a rendszerváltáskor egyértelmű volt mindenki számára tőlünk nyugatra is, hogy mi Európa és európai civilizáció része vagyunk. Az elmúlt másfél évtizedben ennek az ellenkezője került előtérbe. Hogy aztán mi tényleg nem tartozunk az európai civilizációhoz, mi tényleg nem inkább kelet felé tartozunk, oda tartozunk. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez majd az elkövetkezendő időszakban tényleg kiderül. De ebben a választásban most sorsdöntő a kérdés, hiszen hogyha mi két olyan pártra szavazunk, amelyik alapjában véve eurokritikus, Európai Unió kritikus, azt szerkezetet ellenzi, akkor nemigen fogunk tudni az Európai Unióban bennmaradni. Hát akkor sok sikert kívánok a következő napokhoz, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. A harmadik vendégem pedig nem más, mint Tóth Imre, azaz Bruti, akivel interneten keresztül tudtunk kapcsolatot létesíteni. Szia, üdvözöllek! Sziasztok, hello, szia-szia! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm. Hát ugye én alapvetően azt gondolom, hogy te elvitted a sót a múlt héti képviselői vitában, és hát nyilván adódik bennem a kérdés, hogy milyen volt ez a vita belülről, milyen volt ebben részt venni? Hát furcsa volt egy kicsit. Azért nem volt ott olyan kellemes a hangulat. Bár hozzáteszem, hogy ott a lihegőben, meg a fogadásnál, attól függetlenül, hogy mondjuk bombát kerestek a kocsimban, meg felnyitották a motorháztetőt, de hát nyilván ezek biztonsági intézkedések. Azért megkérdeztem, hogy folyik belőle valami olaj, hogy nézzétek már meg, ha már úgyis ott vagytok. De bohockodtuk természetesen, próbáltak azért normális körülményeket biztosítani. Nagyon-nagyon finom pogácsát és sütiket adtak például, úgyhogy ha másra nem erre érdemes volt elkölteni azt a 150 milliárdot, vagy 130-at. Nem tudom most mennyi éppen az éves, azt hiszem most már nincs meg ez a 130 milliárd, vagy 140, csak most már ilyen 100 milliárd, csak. Hát ilyen 100 milliárd fölött van az egészen biztos. És ha ezt a pogácsára költötték, akkor nem tudom, kisütötte ezeket a sütiket, de nagyon finom volt, úgyhogy köszönjük szépen. De egyébként maga a hangulat bent, hát próbáltam ott oldani, meg ott összerögtünk párszor
a Magyar Péterrel, meg próbáltuk bevenni a Toroszkait is, de nem tudom, hogy mennyire akadt. Nem voltak ellenségek, senki nem volt ellenséges, viszont azért volt egy ilyen herélő hangulat, tehát hogy az azért feszült volt ott hangulat. Főleg, hogy elmagyarázták a szabályokat, hogy ne nagyon beszéljünk mellé, mert akkor majd kirúgnak bennünk, vagy hát lehalkítanak bennünket, akkor ott kérdezték többen, de mi van, ha mégis mellé, akkor arról hímeztek, hámoztak el, nem mondtak semmit, tehát, illetve azt mondták, hogy nem tudunk vitatkozni egymással, tehát ezt konkrétan mondták, hogy a vitába, ugye mi nem tudunk vitatkozni. Egy TV vitáról beszélünk. Egy TV vita, igen, mert hogy azonnal lehalkítják, lemjutolják a mikrofonunkat, úgyhogy hogy teljesen fölösleges lett volna átordibálni a másiknak. Így azért pár megpróbálták beordítani, azt hiszem MZP ott egy pár szót beordított, én ezzel nem próbálkoztam, mert én messze voltam Dajs Tamás mikrofonjától, úgyhogy... Mondjuk így az elmondottak alapján azért kíváncsi lennék, hogy most az a laptop például, ami vesz téged, vagy ami kapcsolatot teremt közöttünk, hogy annak a sorozat számát látta a rendőrség? Nincs laptopom, sose volt laptopom, életemben nem volt laptopom, úgyhogy azt nem tudja megnézni. A PC-mről meg számlám van, hogy a bolból vettem. Jó, figyelj, az az igazság, hogy ugye a közvéleménykutatásokból látni lehet, illetve hát a közvéleménykutatók azt mondják, hogy a kétfarkú kutyapárt erősen érintett abban a jelenségben, amit Magyar Péter generált, és nagyon sok szavazótokat elvitt, hogyha ez így van, ez majd kiderül nyilván 9-e után, de neked személyesen mi a véleményed a Magyar Péter jelenségről, főleg úgy, hogy te ott állhattál mellette a stúdióban? Hát azzal kezdtem, mikor megjött, hogy na, jó volt a stand-up, mert a gyerekei már fellépett. Engem nem zavar Magyar Péter és a Tiszapát természetesen. Én minden olyat támogatok. Most nyilván most magánszemélyként is beszélek, és politikusként, ez a politikus, ezt vegyük idézőjelben nyilván. Magánszemélyként az a véleményem, hogy teljesen jogos felháborodás az emberek között, amit a Fidesz művelt mondjuk az elmúlt, hát nem tudom hány, most már beszéltünk 14 évről is, de az elmúlt egy év mondjuk, amit most csinált, az tényleg durva volt, és nagyon sokan elégedetlenek, nagyon sokan nem tudják, hogy kire szavazzanak, nagyon sokan problémának érezték ezt az egészet, és most jött egy ember, aki így összefogja a csapatot, és úgy látom, hogy elég sikeres, és úgyhogy mindenkinek csak gratulálni tudok. Ahogy szoktuk mondani, a ellenségünk ellensége a barátunk. És arról mi a véleményed egyébként most, hogy pont így bedobtad te is Toroczkai nevét, hogy az utolsó poénodat az időjárással kapcsolatban ő nem csapta le, én, hogyha ott állok, megpróbáltam volna valahogy reagálni rá, de hogy mindenki talán túl komolyan veszi a hazai politikát, ez nyilvánvalóan látszódott a vitán is. Például a tippolitizálásotok, vagy a politikai attitűdötök június 9-e után változhat? Komolyabb hangvételre lehet számítani a kutyáktól? Én egyébként hiányolom a politikából a humort, már csak azért is, mert ez az acsarkodás, ez nem visz sehova. Tehát ezt látjuk, hogy mindenki hány attól, hogy meg kell nézni egy parlamenti közvetítést, mindenki agyvérzést kap, hogyha meg kéne nézni egy M1 híradót. Nyilván nem 18-an vannak, tehát ezt most elmondanám mindenki, tudjuk, hogy biztos, hogy többen vannak, ez csak egy poén volt. Azoknak mondom, akik ezt nem fogták fel. És... én hiányom a politikából a humort, szerintem jó az, hogyha egy kicsit lazán, de mégis a lényeget kimondva, vagy éppen burkolva és sorok között kell olvasni az embereknek és gondolkodni, de megértik, tehát ahogy annak idején Hoffit is megértették, így ezt is meg fogják érteni. Hát aztán, hogy nem tudnak humorizálni, meg túl komolyan veszik magukat, Toroczkai László minden megmozdulásával ott túl komolyan vette magát szerintem, pedig előtte azon poénkodtunk, hogy ő kapta egyedül a fehér mikroportokat a fekete ruhájára, én meg a világosabb ruhára kaptam a feketét, és mondtam, hát white power haver, tehát mégis te választottad ezt az utat. Nem tudom. Én örülnék neki, hogyha sokan kicsit lazábbak lennének, és főleg kulturáltabbak. Mit jelent neked egyébként az európaiság, hogyha már te vagy a párt listáján a negyedik megjelölt?
Hát azért jó lenne kultúrát helyre tartozni. Mi mindig rossz helyre tartozunk, de még mielőtt ebbe belemennék, és egyébként nem akarok nagyon belemenni, csak az, hogy én a negyedik helyen vagyok, az természetesen egy elvi támogatás részemről, hisz azért, ha realitások talaján maradunk, akkor nyilván nem lesz a két falkú kutyapártnak négy európai parlamenti képviselő, sajnos, mert mi amúgy 21-et szeretünk volna, de ez nem fog összejönni. De hát a Marietta lett az első helyen, aki ugye egy szakember, igazából egy urbán szakember, ő tanult Amerikába, ő tanult, azt hiszem, hogy is, a CEUN végzett, ha jól emlékszem, tehát ő egy okos, diplomás, nyelveket beszélő hölgy, szerintem egyértelműen ő kell oda, ráadásul szakértő is. Hogy én mit gondolok Európáról? Hát nyilván jobban szeretnék Európához tartozni, mint mondjuk vagy Európának a keleti részéhez. Szerintem onnan mindenki csak menekül. Látjuk, hogy mi folyik ott, látjuk, hogy milyen agresszivitás folyik azon a részen. Én ebben nem akarok részt venni. Egyébként akármilyen meglepő, hogy mi, ahogy mondtam, nem vagyunk harci kutyák, mi is a békét szeretnénk. És azt gondolom, hogy egyelőre Európa és az Unió áll a béke mellett, legalábbis próbálja megteremteni annak a feltételeit. Hát ugye a Fidesz narratívája ebben a kérdésben egész más, hiszen állítólag csak ők hozhatnak el békét ebbe az országba. Igen, tudjuk ezeket a dolgokat, de hogy... Hát ezt már senki nem veszi komolyan, már bocs, hogy szabadba vágok, tehát ott volt... Hát 2 millió ember, igen. De hát jó, akkor azért ott volt, én most nem tudom, lehet, hogy nagy buborékba élek, de azután, amit ott leműveltünk az EP-n vitán, azért ott mindenki azt mondta, hogy katasztrófa, direkt ott élőben dermesztő volt látni, ahogy beindult ebbe a biorobot üzemmódba a Dass Tamás, és belekapaszkodott a pulpitus szélébe, kimeredt a szeme, és elkezdte üvöltözni, hogy mi ezek vagyunk, háborúpártiak vagyunk, és mindenki nézett, meg röhögött, így összenéztünk, többet, hogy mi van ez az ember, miben van ez. De hát most erre mit mondjak? Hát igen, erre nehéz bármit mondani. De hogy Debrecen kapcsán ugye te is beszéltél arról, hogy milyen problémákat kell a városnak például a Fidesz kormányzása alatt átélnie, gondolok itt akár a vendégmunkásokra, vagy az akkugyáraknak a jelenlétére, vagy a következő jelenlétére, vagy az eljövendő jelenlétére, hogy ennek kapcsán te ugye tettél is egy javaslatot, hogy milyen lehetőségeket lehetne például az akkugyárak helyén mondjuk létesíteni, itt gondolok itt a Kenderre például, de hogy az MKKP ebből a szempontból mit képviselne Európában, milyen olyan programpont mellé álltál például te is oda, amire azt mondtad, hogy igen, ez egy fontos dolog. Én nem mondtam, lehet, hogy valakivel összekeresz, én nem mondtam, hogy Kendert kell az akkugyárak helyére raknunk, vagy telepítenünk, tehát, hogy ilyet sosem mondtam. Én azt mondtam, hogy ott konkrétan ott 40 aranykoronás földek voltak, most már közben átraktalak ide, de mindjárt visszahozom. Tehát, hogy konkrétan 40 aranykoronás földek voltak, amiről elhordták a termőföldet, és most ott épül, azt a szemmel is adták egyébként külföldre, és ott épül most ez a 7 darab, vagy 6 darab akkugyár, mert ezek ugye hát így egybe vannak, de külön fel vannak szalámizban, nem is tudjuk pontosan, hogy mennyi épül, illetve még épül egy majd a BMW gyárnak is egy külön egy. Szóval, hogy szerintem ez nem normális dolog. Magyarországnak olyan zseniálisak a földrajzi adottságai és a mezőgazdasági adottságai, hogy nyilván azt kellene kihasználni. Tehát nem véletlenül voltunk egy agrárország. Ahogy azt ott elmondtam, hogy Hollandia a második agrárexportőr a világon, és fel... Ja, bocsánat, akkor én ezt kötöttem össze, elnézést, akkor köszönöm, hogy kijavítottál, akkor én a Hollandiával kapcsolatban ezt kötöttem össze. Helytelenül. Nem, hát ez egyértelmű arról volt, hogy ténylegesen Hollandia az agrárexportőr, a második agrárexportőr a világon, és 100 milliárd dollárt hoz nekik évente ez a biznisz. Tehát annyit, és nem annyit hoz, annyit exportálnak. Tehát írtózatos nagy pénzekről. USA az első egyébként. Tehát egy ekkora ország, ami fele akkora, mint Magyarország, és olyan adottságokkal rendelkezik, tehát hogy remek mezőgazdasági adottságokkal, meg hát fejlesztették. Hogy itt azért lehet, hogy sokkal okosabb lett volna erre koncentrálni,
és nem az akugyárakra, hisz az akugyárakra egyrészt a hozzáadott értékben, nem vagyok szakértő ennek, de amit így olvasok és nézegetek szakértőket, azt mondják, hogy azt hiszem 14 vagy 18, ezek nem tudom pontosan már mennyi a hozzáadott értékünk, és ugye a GDP-t is csak most az dobja meg, hogy építjük a gyárakat, de mikor menni fog, akkor a hozzáadott értéknek megfelelő GDP lesz, tehát töredéke lesz, tehát ez nem fog nekünk hozni igazából, hanem idegen hatalomnak fog hozni pénzt, idegen hatalomnak az emberei dolgoznak ott, vendégmunkások, és a hasznot is őt fogják kivinni, viszont a vizet, ami a legfontosabb szerintem, és most már, hogyha a klímaváltozásról gondolunk, akkor a föld legfontosabb kincse lassan a víz lesz, az ivóvíz, azt viszont eszméletlen mértékben, tehát dermesztő, hogy mennyi vizet használ egy ilyen gyár, hát ezeket folyamatosan le kell hűteni, azt hiszem egy aksi tízszer kell lepróbázni, lehűteni, kisütni, és ehhez mind-mind iszony sok ivóvíz kell, vagy bármilyen víz, de nyilván most szennyvízet erre nem fognak használni, szürke víz, ezt meg hagyjuk, ez egy másik téma. Azt valószínűleg a mi kutainkból fogják megkapni, azt mondták, hogy itt a debreceni Civakva program, azt hiszem ez a pontos neve, amikor elhozza a keleti főcsatornából Debrecenbe a vizet, hogy ebből nem adnak nekik, tehát ez nem azért készült, én hiszek Kósa Lajosnak, hogy nem ezért készült, de azért majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Tehát az a lényeg, hogy itt ezt a vizet, ezt eltüntetik alólunk. Ezt senki nem fogja nekünk visszaadni. Tehát szerintem az a legnagyobb hazárulás, mikor eladjuk a hazánknak a természeti kincseit, ami nekünk is kéne. És akkor nem beszélve arról, hogy egy akkumulátorgyár, ami szerintem a legdurvább, hogy valami irtózatosan nagy selejtszámmal dolgozik. Nem tudok most pontos számot, mert kérem, mi járjanak már utána, mert lehet hülyeséget beszélek, de azt hiszem, hogy minimum 30%-os selejttel dolgozik. És azt nem fogják innen elvenni azok, ugye, tehát az valahol tárolni kell a selejtes aksikat, azokat valahol szét kell szerelni majd itt. Itt van tényleg 4 kilométerre a dolog, tehát hogy nem azért beszélek róla, mert hogy ez egy távoli, és akkor hát nem konkrétan ez engem érint, itt van a kertjeink végében. De tudod, az az igazság, hogy nem tudom, hogy oké, ezt te látod és elmondod, vagy felhívod rá az emberek figyelmét, de én attól függetlenül úgy látom, hogy azért tulajdonképpen a Fidesz ilyen 40% körüli eredményre várható, hogy az ország szavazóinak, vagy akik elmennek szavazni, 40%-a ezzel egyetért? Vagy csak azért, mert nem lakik ott? Tehát, hogy ez nem csak lokális probléma, ahogy te is mondod. Én azt látom még Debrecenben is, hogy aki például nem a déli részén lakik, hanem mondjuk az északi részén, az már úgy van vele, hogy hát ez bennünket nem érint, de érint, mert 4 kilométeres körzetben eleve nem is lehetne például gabonaföld. Most körbe van véve gabonával. Pont a Mikepercsi anyák most készítettek egy videót, végigmentek, hogy milyen gyönyörű a termés, a búzatermés most az akugyár környékén. De valószínűleg ez az utolsó lesz, mert utána abból a földből, ugye hát 4 kilométeres körzetben elvileg szennyez a gyár. És akkor abból a földből fogjuk megenni a gabonát. Abból, én, amit a kis kertem, itt ültetek paradicsomot, akkor most arra várjak, ami eddig azt gondoltam, hogy teljesen bio, mert nem vegyszerezem, nem csinálok vele semmit, nem permetezem, akkor majd most az esőből esik valamilyen anyag, vagy szóval nem tudom, tehát hogy semmilyen normális tájékoztatást nem kapunk itt Debrecenben erről, és hát szét van zülesztve a környezetvédelmi hatóság, tehát hogy nem teljesen pontos erről, azt hiszem még valaki azt a Magyar Péter, nem akarom külön megemlíteni, vagy reklámot csinálni, nekem azt hiszem ő beszélt erről, hogy szét is van választva két ágazat, hogy nehogy még véletlen is lehessen. Amikor azt mondták, hogy bezzeg Németországban is kellett, hát Németországban valószínűleg olyan erősek ezek a környezetvédelmi határértékek, és meg vannak határozva, itt konkrétan nincs határérték meghatározva ezekre a vegyszerekre. Hát ezek nem hangoznak túl jól. Ha nincs határérték. De hogy te, mint a kutyák elvi támogatója, nyilván azért a kampányban részt veszel, ha más nem, akkor elmész egy vitára, meg nyilvánvalóan találkozol emberekkel, de úgy látszik, hogy azért a pártnak a működése annyit változott az utóbbi években, hogy erősebben jelen lett, még szerintem egyébként a közvélemény kutatások ellenére is a párt erősödött, és azt mutatja, hogy például a 12. kerületben például lehet, hogy Kovács Gergő személyében még egy polgármestert is ad a párt az országnak. Nagyon helyes lenne, minden esély megvan arra, hogy Gergő nyer a 12-ben.
Egyrészről, mert leköszönt pokolni, más részről, mert az elmúlt 5 évben olyan szintű és olyan mennyiségű melót tett be ebbe a 12. kerületbe, és feltárt annyi korrupciót, és mindig azt ajánlom, hogy én ezeket nem tudom mindig fejből, hanem tessék már elmenni az MKKP-nak a honlapjára, ott minden le van írva, hogy milyen korrupciót tártak fel, hogy mit csinálnak. Nagyon sokan azt mondják, ó, ezek csak cigiznek, meg bulizgatnak, meg a hídra kiülnek, és ott vigyorognak, nyilván már akkor dzsembori van, de egész évben dolgoznak. Ott volt a mondom a Gergőnek, de csak maradjunk a 12. kerületnél, hogy annyi és olyan mennyiségű korrupciót állt fel, és olyan visszaéléseket ott a 12. kerületben, amit csinált a Fidesz önkormányzat. Ugye azzal kezdődött az egész, hogy mikor ő bement, akkor berakták egy bizottságba, mint ahogy minden képviselőt, na rakjuk be a bizottság. Berakták egy bizottságba, aminek az volt a dolga, hogy nézik, azt hiszem az adó bevallásokat, vagy nem is adó, mit szoktak csinálni politikusok, segíts ki. Ez a vagyonnyilatkozat. Vagyonnyilatkozati bevallásokat, valami ilyesmit kellett, és akkor két alkalommal kellett egy évben összegyűlniük, és feltenni a kezüket, hogy megszavazzák. Az egyik az volt, hogy megszavazzák, hogy létezzen tovább a bizottság, akkor azt megszavazták, és akkor másik még volt valamilyen baromság, és akkor Gergő, mikor bekerült, az volt az első, hogy felvetette, hogy hé, emberek, hát ez hülyeség, erre költjük a közpénzt, hogy itt egymásnak osztunk ki, nem tudom, 200 000 forint a bizottsági tagsági havonta, és akkor ugye többiek néztek, mint hal a szatyorba, és mondták, akkor ezt meg kéne szüntetni, nem szavazzunk. És akkor hát rájöttek, hogy mivel meg közvetítik, és a két falkon, hát egyszerűen megszüntette maga alól a bizottságot. Ezzel egyébként nem járt túl jól, mert a többi bizottsági tagot azt átmentették más bizottságokba ott a kerületbe, egyedül Gergőnek nem lett semmilyen bizottsági tagsága, úgyhogy, de legalább elmondhatjuk, hogy becsületes, és nem veszi fel azt a közpénzt, ami nem ér, ami nem dolgozik meg. És ezen kívül mondom, nagyon sok, és mindenki menjen a honlapra, az mkkp.hu-ra, és nézze meg, hogy miket dolgoztak a 12-ben, de nem csak a 12-ben. Baranyi Krisztával a 9-ben, és rendbe rakták Szuzi, az alpolgármester, és nagyon sokat dolgoznak azon, hogy ott is tisztességes körülmények legyenek. Megszüntették a parkoló maffiát, ami ott volt. Tehát ott azért nagyon szép munkát végeztek. Én nagyon remélem, hogy ezt az emberek látják, és ezt most a szabadáson ezek megint be fognak érni, ezek a munkák. Illetve hát a kétfalkú kutyapárt, hogy mindenki mondja, hogy jó, csak viccelődnek, jópofák, de hát nem erős, itt keményen oda kell. Hát nagyon sokat segítettünk. Ugye volt a Rózsa Sándor alap, ami a Rózsánékat éka, ez a Rózsa Sándor népi kampánypénz tékozló alap, ez egész pontosan. Hát ott meg azt hiszem 250 millió, gyakorlatilag amit kampánypénzre kaptak, soha nem volt még ilyen, tehát ilyet nem láttál még pártól, hogy amit kampánypénzre kapott, nem iPhone-okat vettek belőle, nem laptopokat, nem elszámlázták sutyiba benzinpénzre, meg hát amire szokott szépen lesz, hát soha nem volt olyan, hogy visszaad egy pár például kampánypénz, mert nem használta fel, hát ilyen nincsen. Most a kétfalkú kutyapárt ebbe az alapba egyszerűen megpályáztatta, és azért, hogy kampányoljanak neki, mert tehát azt mondják, hogy igen, mi a kétfalkú kutyapártot támogatjuk, ezért cserébe kiosztottak nem tudom hány száz pályázatot, vagy hány száz, tehát pályázatokat csináltak, és nem tudom hány száz darab lett ebből, ami megvalósult. Volt olyan, én is jártam, és csináltam is erről videókat, volt, hogy csak 500 000 forintot kértek egy lóra, egy terápiás lóra, ahogy gyerekek, sérült gyerekeket lovagoltatnak a terápiás lóra, és mondta a kis csaj, aki csinálja, hogy a terapeuta, hogy azt mondja, hogy elképesztő sokat jelent ez az egy ló is, hogy mennyit tudunk ezzel segíteni, ilyen kis picivel. És 500 volt, ahol állami gondozott gyerekeknek iskola rádiót csináltunk, kis mikrofon, rendes, tehát profi kis stúdiót összeállított, a két tanár csinált ott teljesen közmunkába. Stéget Balatonon kilátóval, tehát amik azt mondták az emberek, hogy új, ez most nagyon kéne, nagyon fontos, jó lenne, hogyha egy ilyeneket csinálják. És ebből nem tudom, hány száz állatoknak menhelyet például, és azt hiszem egy kis buszt sikerült, akkor úton volt valami speciális mentők, búvárok, akiknek kellett ilyen felszerelés búvárruhához, vagy nem tudom mihez, akkor abba adtak pénzt.
valami gyermek otthonnak, csak most nem tudom pontosan mi volt, de ott meg napellemet felőre. Tehát, hogy... Tehát csupa olyan dolog, amit hasznosítani tudnak. Ami hasznos, és tényleg, amivel tényleg azt mondom, hogy tudunk segíteni. És hol van egy párt, csak kérdem, és ezért mondjuk mi is, hogy a kétfakú kutyapárt, egy cselekvőpárt. Hol van egy párt, aki ilyet csinál? Tehát aki ténylegesen megmozdul, és a saját keretéből, és konkrétan annyira a saját keretéből, hogy tarhálni kellett most pénzt, hogy plakátokat tudjunk kirakni, mert annyira elfogyott a pártnak a pénze, hogy egyszerűen nem volt már erre pénz a kampányra. Mondjuk tanulság, hogy a 2026-os kampányra érdemes lenne azért ebből majd félre rakni, mert azon már túlzásba vitték, mert mindent odaadtak. És Én azt mondom, hogy nincs egy, még egy ilyen párt, aki cselekszik, és ennyit tesz. Az más, hogy rossz a PR-ja, mert arra se költöttek, hogy ezt, mi nem arra, nem Facebook hirdetésekre költöttünk, hogy ezt kommunikáljuk az emberek felé, hanem csak így megpróbáltuk így a természetes terjedés útján osztogatni a posztokat. És ugye azt is lehet hallani ilyenkor választások előtt ilyen különböző extrém példákban, hogy nagyon sok párt beköltöztet, nem tudom, venezuelai, vagy nem tudom, filippin, vagy mindenféle ilyen embereket, akik külföldről jöttek, hogy segítsék a szavazást. Ti hogy álltok ezzel a kérdéssel? Sikerült esetleg valamilyen népcsoportot megnyerni, vagy beköltöztetni házakba, és szavazásra biztatni őket? Nyilván itt egy poénnal áll szemben. Ezt érzékelem. Igen, hát ha már két fagok kutyapárt, akkor és fű legalizációra, akkor gondolom Jamaikáról szerettek volna átköltöztetni embereket. Nyilván szó nincs erről, mi ezzel nem foglalkozunk, azt viszont látjuk, hogy tényleg léteznek ezek a dolgok, és amikor mondjuk most nem, mert most háború, és most csúnya helyzet Ukrajnában, de azért azt tudjuk itt a keleti végéken, hogy konkrétan ezer számra jöttek át az ukránok, és a kettős állampolgárságot így vagy úgy megszerzett ukrán-magyar állampolgárok, és jöttek szavazni falvakba, és a falvakba ott álltak az emberek, és nézték, hogy kik ezek, és üvöltöztek neki, hogy takarodjatok el, nem, mi sem megyünk át a ti hazátokba, a ti dolgaitokat eldönteni. És ami, egyébként, amit elmondtam, hogy mennyire tiszta a szavazás, vagy mennyire nem tiszta, lehet úgy is csalni, hogy nem csalsz, hanem egyszerűen csak megfélemlíted az embereket. Tehát amit ott az adásban elmondtam, hogy a demokrácia és a mezőgazdaság az nem működik a kettő együtt, tehát hogyha Józsi tényleg akar dolgozni közmunkában, és neki tényleg az egyetlen lehetősége ott a szerencsétlen embereknek, hogy tényleg azt a kevés közmunka pénzt megfogják, mert más munka lehetőség nincsen, akkor tényleg az van, hogy azt mondják neki, akkor tudod majd, hogy a szavazó fülkébe ott, hogy kire kell majd húzni az X-et. Tehát van, megfélemlítik az embereket. Láttuk itt, mikor épült a Nyírmáton falván ez a remek lombkorona sétány, és utána az egyik Nyírmáton falvai dolgozó egy nevetős fejet rakott a egyik ilyen posztra, akkor már hívta a polgármest, hogy le kéne szedni a nevetős fejet, és utána hát gyalázatos módon jártak el a kis hölgye. Ez valami egészen elképesztő, de tényleg még hallgatni is borzalmas. De hogy egy olyan országban élünk, ahol bármi előfordulhat, és ezzel a kérdéssel is zárnám a beszélgetésünket, hogy te debreceniként a fővárosban kiradod le a szavazatodat Vitézire, vagy esetleg Karácsonyra? Ez egy jó kérdés, de hát mivel debreceni illetőségű vagyok, ezért aztán senkire, de ha szavaznék, akkor Kovács Gergőre a 12-ben. Bruti, Tóth Imre, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és elfogadtad az interjú kérelmemet. Én is köszönöm, hogy meghívtatok, és hajrá, kutyák! Nem harapod! Köszönöm szépen! Sziasztok! Ez volt már a Magyar Közöny. Köszönjük, hogy ismét minket választottak. Ne feledjék, megtalálnak minket a közösségi platformokon, úgy mint a TikTokon, a Facebookon és az Instagramon is. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor nyugodtan iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra!